Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. A mai videóban a Halloweenról lesz szó, ennek az ünnepnek az eredetéről, mindarról, amit nagy hirtelen így ki tudtam deríteni és meg szeretnék osztani. Tisztában vagyok azzal, hogy már készült erről videó a múltban, mégis azt gondoltam, hogy valami, ami aktuálisabb vagy újabb, az esetleg segítségére lesz sokaknak annak megértésében, hogy a világ az valóban egy hatalmas színház, és amit a többség cselekszik, nincs is tudatában annak, hogy milyen következményekkel járhat az. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja. Értelemszerűen végtelen probléma van a világgal. Nehéz is lenne kiválasztani ezen problémák közül a legsúlyosabbat, vagy a legfontosabbat. Mégis, hogyha erre a feladatra vállalkoznánk, akkor talán az lenne, úgy értem, hogy a legfontosabb probléma, a legnagyobb probléma az lenne, hogy mint egy kollektíva az emberiség elfordult Elohimtől, vagy Istentől, és saját magát helyezte az első helyre. Mindenki nagyon egyszerűen megállapíthatja, hogy mi az, ami a szívében van, és mindössze annyit kell tenni, hogy létrehoz vagy egy valós, vagy pedig egy képzeletbeli listát, amire felírja a legfontosabb dolgokat az ő életében, és azután azt a listát átnézi és újra átnézi, majd felállítja a prioritást, hogy megfeleljen az a valóságnak. És hogyha valaki képes őszintén ezt megtenni, úgy őszintén, hogy anélkül, hogy módosítaná azt a listát úgy, hogy tudja, hogy minek kéne hol lenni, de mégse az van ott, akkor rá fog jönni, hogy mi az, ami az ő szívében van. Amennyiben valaki létre tud hozni egy ilyen objektív listát, ránéz az első helyre, és az a dolog, ami az ő Elohime, vagy az ő Istene. És sem mindegy, hogy mi az, függetlenül attól, hogy mi az. Ez lehet valakinek a gyereke, a munkája, az egzisztenciája, a boldogsága, ez lehet Isten, Jézus, lehet Buddha, az út, az étkezés, a szórakozás, éjamának, bármi, ami a legelső helyen van ezen a listán, az ő Istene. Ugyanis ez a lista úgy jön létre, hogy az ember számba veszi az összes lehetőséget, azokat mindet elrendezi egy halmazba és kiválasztja azok közül a legfontosabbat. A legfontosabb pedig az, ami mindig a tudatalattiában és rengetegszer tudatosan a döntéseit befolyásolja. Amennyiben az első helyen nem az áll, hogy én szolgáljam Elohimet, a Biblia Elohimét vagy Istenét, és éljek úgy, ahogy ő szeretné, hogy járjam az ő útját, minden egyéb nem hozzá vezet. Lehet az a gyerekem, a boldogságom, a feleségem, az, hogy egyek, hogy sok pénzem legyen, hogy sok autóm legyen, hogy tudjak utazni, hogy csak jól érezzem magam. Mindegy, hogy mi az, ha nem ő van az első helyen, akkor nem őt szolgálja az ember. És még egyszer mondom, nagyon fontos ezen lista elkészítésekor az, hogy ne befolyásolja az ember döntését az, hogy tudja, hogy mi az, amit oda kéne írni, hanem azt írja oda, ami valóban a legfontosabb. Ez a fajta őszinteség megkíván egy erős jellemet. Nem csak ez a fajta őszinteség, mindenféle őszinteség egy erős jellemet kíván meg. Mert az az ember, aki őszinte, az kénytelen szembenézni saját gyengeségeivel és a következményekkel. Ezért van az, hogy a legtöbb ember nem őszinte sem a világgal, sem önmagával. A legtöbb ember ugyanis gyenge ahhoz, hogy szembenézzen mindazokkal a következménnyel, azokkal a felelősségekkel, esetlegesen negatív hatásokkal, amik az ő döntéseit és cselekedeteit követnék. Ezért inkább hazudnak. A legtöbb ember ezért inkább hazudik magának, és ezért hát inkább hazudik másoknak. Így lehetséges az, hogy egy pogány ünnep mára az egyik legjelentősebb nappá változott a gregorián kalendárban, amit még a keresztények is gond nélkül elfogadnak, és a többségük ezt ünnepli. A hazugsága az, és az őszinte önvizsgálatnak a hiánya, ami lehetővé teszi az ellenségnek, hogy uralkodjon az embereken és a világban. Ha nem lennének ilyen gyávák az emberek, hogyha képesek lennének őszintén magukra nézni, és magukba nézni egészen a szívükbe, akkor rájönnének, hogy nekik mindegy,
hogy mi az, amit az atya akar. Ők azt akarják csinálni, amit ők akarnak, hogy az atya akarja. És aztán erre azt mondják, hogy az atya akarja azt. Vagy Isten akarja azt. Vagy Jézus szeret, vagy Jézus elfogad úgy, ahogy vagy, vagy vagyok. Hogy senki sem tökéletes, hogy ne ítélj meg, hogy mindenki ezt csinálja, hogy az nem lehet, hogy ennyi ember téved. Mindegy. A lényeg az, hogy ne kelljen őszintén szembenézni az igazsággal, amit az ember megtalálhat a szíve mélyén, hogyha keresné azt. Ritka az, hogy az ember egyetért a farizeusokkal a Bibliában, azonban mégis itt kell, hogy álljon ez az idézet János 7-es fejezetéből, ez a 49-es vers, mikor vitatkoznak a farizeusok, az írástudók és az emberek, hogy vajon Jahusa, Jézus hiteles, valóban Elohimtől küldött tanító, vagy pedig egy sarlatán. És a mondat, amit a farizeusok hangoztatnak, illetve ez esetben ugye ők mondanak az embereknek, az érvényes mind a mai napig, és mindig is érvényes volt a történelem során. És ez így hangzik, de ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahuwah útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahuwah útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuwahutya.hu weboldalainkon ez elérhető. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!